A tavalytól idénre azért túl sokat nem változtunk, pláne az alatt, az egy nap alatt. Igyezetlen a fogadalmainknak is időt kell hagyni, és megfelelően megtervezni a végrehajtást. Különben kudarcélmény és depresszió lehet a vége, mondja Kertész Ágnes főorvos. A tapasztalati számok azt mutatják, az emberek 50%-a tesz valamilyen általában megvalósíthatatlan fogadalmat. Egy hónap múlva általában a fogadalmak 90%-a az már tovább illan. Ennek az az oka, hogy nincsen tervezés. Tehát fogadalom van, de tervezés nincsen. Mindig az első lépés megtétel a rendkívül nehéz, és arra kell odafigyelni. Másrészt pedig nem új célok kerülnek megfogalmazása és annak a kidolgozása, hanem a berögzött szokásainknak vagy függőségeinknek a megváltoztatása a cél. Egy 40 év feletti ember általában önmagában tesz fogadalmat, és nem kér hozzá semmiféle segítséget. Míg a fiatalabbak megosztják ebbéli gondjaikat a kortárs csoportokkal, akik segíthetnek a megvalósításban. A be nem teljesülő fogadalmaknak aztán önpusztító hatásai lehetnek, ami több esetben vezethetett már alkoholizmushoz vagy öngyilkossághoz is. Abba hagyjuk az ivást, abba hagyjuk a dohányzást, új egzisztenciát építünk föl egy év alatt, és rendkívül sikeresek leszünk, abban könnyen beletörhet a bicskánk. Mert nincsenek meg a lépések, amivel fel tudjuk építeni azt, hogy kitől kérünk segítséget, mi magunk hogyan viszonyulunk hozzá, milyen krízismenedzselés történhet, hogyha valami sikertelenség van. A tapasztalatok szerint a karácsonyi öngyilkosságok száma jelentősen csökkent. Ugyanakkor az új év utáni egy-két hónapban ez a szám emelkedik, amikor kiderül, hogy a fogadalmaink megvalósíthatatlanok, mindez abból adódik, mondja kertészfőorvos, hogy türelmetlenek vagyunk önmagunkkal szemben is.